Ezotér című blokkunkban mindenek előtt egy konferenciára szeretném felhívni az önök figyelmét, ami nagyon hamarosan itt van, március 19-e és 20-a. Ez adta a blokkunknak is a címet, Nyitott tudat. Csak hogy mi ez a nyitott tudat? Hogy én erre válaszolni tudjak önöknek, meghívtam Paulinyi Tamás írót, pszichutatót hogy segítsen nekünk eligazodni ezekben a különleges fogalmakban. Üdvözlöm! Üdvözletem! Hát igen, ez a nyitott tudat végülis valahol egy költői cím, ezzel együtt pedig jelzi ennek a konferencia sorozatnak az alapvető jellegét. Mindegyik konferenciánk egy éve zajlik, nagyjából egyed évente. Tehát ez a záró konferencia. Így van, ez éves záró konferenciánk. A tudat jóval tágabb értelmezésével foglalkozik, mint amit a klasszikus pszichológia mm. ma erről feltételez. De tudjuk azt, és ez a én szakmám is, hogy a pszikutatás, a tudományos parapszichológia, hogy vannak olyan tudat jelenségek, amik nem értelmezhetők a koponya falain belül. Tehát a tudatunknak igenis vannak magasabb dimenziói. De most ez a e hétvégi, hát pontosabban 19-20-ai hétvégi konferencia, alapvetően az intuícióval, megérzésekkel, ösztönösséggel foglalkozik. Ide tartozik részben a jobbféltekés gondolkodás, de azt gondolom, hogy minden olyan kreatív dolog, ami nem alapvetően racionalitásra épül. Uh -huh. Tehát korábban voltak az álommal, módosult tudatállapotokkal, psziképességgel foglalkozó konferenciarészek, ezek nem egybefüggőek, tehát külön-külön értékesek, egyedülálló módon is. A mostani viszont alapvetően az intuíciót veszi górcső alá. Azt szoktuk mondani, hogy az intuíció az egy olyan különleges dolog, amit nem tudunk megfogni, mert valaki csak azt mondja, hogy de én megéreztem. És valójában ennek nincs egy fizikailag kimutatható dolga, bár lehet, hogyha ezt lehetne mérni, akkor abban a pillanatban, amikor valaki valamit megérez, biztos, hogy történik kémiailag is benne valami. Vagy én azt hiszem, hogy itt a lényeg inkább az, hogy nem a logikus, nem a racionális gondolkodásunk működik. Eleve a tudatosság nagy része nem racionális, hanem azok a jóval automatikusabb, jóval ösztönösebb belső folyamatok, amik kikerülik a logika buktatóit. Tehát azért a kreativitás, a, a művészi teljesítmények, sőt a tudományos felfedezések zeme is annak köszönhető, hogy az embernek van egy helyes ráérzése, egy ösztönös meglátása. És általában csak ez után következik az, hogy ezt valamilyen logikai, racionális módszerrel, mint egy aláépíti. Az életünkben nagyon gyakran van úgy, hogy megérzük a helyes megoldást bennünk van, és, és se figyelünk rá. Tehát ez egy teljesen természetes emberi tudatműködés, Ön pedig az izgalmas ebben, hogy igenis az előérzetek is kiegészítik mm -hmm. az intuíciót, vagyis valóban képesek vagyunk hosszabb, rövidebb távra előrelátni akár a jövőbe is. Na hát ez egy forradalmian új gondolat a pszichológiában. Ehhez ismerni kell azokat az úgynevezett para vagy psziképességeket, amik egyébként már jó száz éve rendelkezésre állnak, mint információ, csak hát a tudomány, mint általában kicsit megkés, hogy úgy mondjam zárt tudattal fordul ezek felé. Tehát ez megint egy forradalmi hétvége lesz, megpróbáljuk bevezetni a pszichológia és a lélektan csarnokában. Azt a fajta ismeretrendszert, ami azt mondja, igen, időben is kötetlenül működik a tudatunk. Na most az átlagember és mondjuk egy tudós vagy egy művész intuíciói ö, megkülönböztethetők, vagy mindenkiben egyformán ott van? Én azt gondolom, hogy mint potenciális képesség mindenkiben egyformán ott van, csak vannak olyan alkatok, akikben megvan az a tehetség, hogy ezeket a belső sugallatokat, nem csak megsejtik, meghallják, hanem meg is tudják ragadni. Ez egyébként valamilyen szinten tanulható. Tehát nyilván a tehetségnek é. van egy foka. Amit örökölni kell, amire születni kell, de az, hogy a, a racionális, tudatos gondolkodásunkat megtanuljuk egy kicsit lecsendesíteni, és egy picit az ösztönös belső világunk mm -hmm. felé fordulni, de az bizonyos módszerekkel azért fejleszthető. Nem csak konferencia lesz ugyanis szombaton, hanem vasárnap egy olyan gyakorlati kurzus, ami épp ezeket a technikákat, eszközöket ismerteti meg. Tehát a szombati konferencia jó részt elméleti, bár lesz egy záró zárómeditáció, szúres jogi jön el hozzánk. A ismerik, igen, hogy ha ne, kedves vendégünk volt. De, de alapvetően elméleti előadásokról van szó. Csak pár név az előadók közül. Uh -huh. Itt lesz dr. Brandt Pierre Attila, rendkívül exotikus, ösztönös, intuitív ember, művész, tudós. Bóna László, homeopata, dr. Buda László, aki szintén olyan témakörrel foglalkozik ösztönösség a, a, test gesztusaiban sokkal jobban megfigyelhető. De itt lesz egyébként Szenti Gábor, őt se kell, gondolom, különösképp bemutatni, dr. Boldizsár Ildikó, aki szintén foglalkozik az intuícióval, és mint említettem, záró meditációt szüles jogi tartja. Tehát picit el is lehet merülni ebbe a belső csendben, megélni, megtapasztalni. A másnap az, az gyakorlat. Ha már a gyakorlatról beszélünk, de azért mindjárt azt is végig. De előtte fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon ez az intuíció hol lakik bennünk? A szívünkben, az agyunkban, az egész testünkben? Hát ez egy jó kérdés, ugye a mai pszichológia mindenféle fajta tudat jelenséget az agyi neurofiziológiai, neurokémiai folyamatokra vezeti vissza. Bármilyen furcsa, a legmodernebb, Pszichológiai és neurofiziológiai feltételezések azt mondják, hogy a tudatosság sokkal kiterjedtebb, még testi szinten is, uh -huh. a sejtjeinkben, konkrétan a szívünkben is vannak olyan reakciók, amik azt mondhatják, hogy nem csak észszel gondolkodunk. Tehát ami ugye a, a, a népies gondolkodásban benne van, hogy jaj, a szívem szerint, a szívemből szólva, a szívemre hallgatok, az valószínűleg jelent valami olyasmit is, hogy ott is léteznek furcsa, különös tudati folyamatok. És a legfurcsább, nem csak az agyunkban, nem csak a testünkben zajlanak, észleltek és tudati hatások, hanem és megint ez az én asztalom szakmám, parapszichológia mai eredményei szerint, tér idő dimenziókon túl is tudunk észlelni, tapasztalni. Tehát igenis, az előérzetek nem csak tudattalan következtetések, hanem konkrétan a jövőbe való valamilyen szintű belelátást is jelentik. Ezt azért köszönöm, mert ugye én mindig beszélgetek arról, hogy milyen témáink lennének, és valaki azt kérdezte tőlem, hogy és amikor azt mondjuk, hogy a gyomromban érzem, erre mindjárt választ kaptunk, hogy akár ott is összpontosulhatnak ezek a. Különleges. Nagyon keveset tudunk még a tudat teljesebb természetéről. Tehát igen, ez a zsigeri ösztön, így is mondják. Igen, tényleg. Gyomorból szeretem, vagy gyomorból utálom, vagy a szívből, vagy az észből. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy ezek a belső sejtések, ezek a köznyelbe átment különös allegóriák tényleg valami komoly, valós dolgot akarnak. Az agyunk csak egy dolog. A racionalitás azon belül pedig a jéghegynek a csúcsa egy szelet egy sokkal komplexebb tudati egységnek. De ha most visszatérünk az agyunkhoz, akkor ugye az az alcím is, hogy jobb féltekés gondolkodás. Mi ez? Hát az emberi tudat agyi szinten is nagyon sok síkon struktúrált. Ennek az egyik legismertebb kettősségét a bal és a jobb agyféltekek különbözősége jelenti. Ez mondhatni divatos, még a mai ezotériában is, jobbféltek és rajzolás, uh -huh. jobb és megközelítések. Tudni kell, hogy általában az emberek balféltek, nem mindenkinél ez lehet fordítós, de a többségnél, Inkább a racionális, logikus gondolkodásért, felelős szóbeliségért, nyelviségért, algebrikus műveletekért. Míg a jobb -e nem a beszédes, mint a másik, hanem az úgynevezett néma félteke, jóval inkább érzésekre, emóciókra, sejtésekbe, egy belátásra szakosodott. A mai világunk, alapvetően a civilizált nyugati világunk balféltek és felépítésű. Tehát mellőzzük ezeket a az ösztönösségeket. Sokszor félresöpörjük az érzelmi sejtéseinket. Hogy úgy mondjam, nem látjuk a, a fáktól az erdőt. Uh -huh. Tehát a nyelviséggel, a szobaliséggel nagyon sokat nyert, az emberi kultúra nagyon sokat vesztett leredukáljuk, leegyszeresítjük, és ebből a szempontból sokszor meghamisítjuk a valóságot, felületes, sztereotípiákban gondolkodunk. A jobbféltek egy nyugodt, hogy úgy mondjam, egy, egy filozófikus személyiséget akar. de most természetesen az emberek többségén ez a kettőség valamilyen hányatba dominancia változásokkal ad ki egy egységet. De hogyha azt veszük, hogy végeztek olyan kísérletet, hogy bizonyos betegségek miatt, epileptikus betegségek miatt átvágták a két féltekét, összekötő agyi akkor döbbenetes furcsaságok történtek. Az ember egyik keze, hogy a két féltekkel keresztbe idegzi be a testet, egyik keze mondjuk simogatta a feleségét, a másik ütötte, a, az egyik fel, keze... Úgy, teljesen öm, a... Ketté vált ez a, a, a két belső lény. Jé. Tehát olyan megfigyeléseket végeztek, amik azt mondhatják, hogy az épp egészséges agyberendezésű embereknél is, ez valami eredő vektoros kompromisszumos megnyilvánulás, amit uh -huh. produkálunk, és igenis eldönthetjük, hogy mikor akarjuk inkább a bal, és mikor akarjuk a jobb és gondolkodásunkat használni. Mindjárt felvetődik akkor, hogy esetleg akik a városban élnek, sokkal rohanóbban nem figyelnek úgy oda magukra, vagy éppen a mellettük levőre, míg aki vidéken él, vagy a természetben, vagy nem menjünk messzebb, mint ugye a remeték, akik félrevonultak. vonultak. Vagy akár a beavatások, ezek tényleg számítanak? Hát azért hozzáteszem, hogy durva leegyszerűsítés lenne ezt pusztán a bal és a jobb félteke különbözőségére redukálni. Valójában azért a tudatműködéseinknek is vannak szintjei. Uh -huh. Az éber tudatosság, akkor az inkább befelé tekintő, révülős, relaxált állapot ugye ez agyhullámokra is levetíthető, a bétára, az alfára, vagy a meditatív, álomszerű állapotok. A lényeg ebben az, hogy, hogy a természetközeli népek a ráérősebb, emberek, akik el tudnak egy picit merengeni, el tudnak mélyülni a dolgokba, igen, jobbára jobb féltek és világot, az egészben látó világot, egészben látott világot tapasztalják meg. A civilizált, rohanó városi ember pedig inkább a felületet látja, és, és annak is pusztán szeletkét, amit nagyon sokszor a gondolatiságával helyettesít be, és ez nem biztos, és sőt, általában nem helyes látásmód. Tehát nem azonos az intuíció, vagy a gondolatokkal fölépített Rendkívül struktúrált a, a, a tudat. Tehát válogathatunk, hogy mikor milyen tudati élményt élünk meg. Ahogy valaki meg tud tanulni meditálni vagy relaxálni, alkalmas, meg tudunk tanulni inkább jobb figyelni dolgokat, vizsgálni dolgokat, vagy szükségszerűen bal féltekésen, ezek, ezek a mi döntésünk kérdésévé tehető. Csak hát ezzel foglalkozni kell. Először is meg kell ismerni, hogy ez az alcim, hogy megérzések és megértések. Megérzések sejtelmesek, ösztönösek. Aztán, hogyha valamit ösztönösen megragadunk, és meg is értjük, hogy a megérzés mit akar, olyan ez, mint az álomfejtés, akkor egy magasabb síkra emelhetjük, a tudatosság nyelven is megfogalmazhatjuk, mint egy egyébként nehezen elérhető rálátást vagy igazságot. De akkor viszont nagyon hasznosak ezek a konferenciák, mert elvileg itt ismerkedhetünk meg az alapokkal. Hát vagy nem tudom, hogy aki meg már valamit tud, ő mit kap majd a konferencián? Hát el tudja mélyíteni, illetve hát ugye a vasárnapi kurzus, Gyakorlati kurzus különböző meditációs módszerekkel, relaxációs módszerekkel ezt egy, egy saját élmény szinten teszi átéltebbé, megismerhetőbbé. Gyakorlatilag olyan eszközökkel, olyan technikákat oktatunk, amik, hogyha valaki szán erre időt, hiszen ez mindennel így van, hosszabb távon egy nagyon komoly tudati lelki fejlődéshez vezethet. A konferencia milyen hosszú? Egész napos? Egész napos, mind a kettőt. Tehát 10 órakor kezdünk szombaton, és majdnem este 8-ig tart nyilván szünetekkel, az említett záró meditációval, szures jogi vezetésével, míg a másnapunk, tehát a vasárnap, március 20-a 10 órakor kezdődik, és 18 órakor ér véget elég tartalmas hm. hétvégének lehet elébe nézni. Ezek külön-külön is látogathatók, tehát külön látogatható a konferencia, és vagy a kurzus, és természetesen együtt is. És ha mondjuk valaki egy ilyen konferencián úgy, úgy belejön, és szívesen csinálna, akkor ezt lehet tanulni? Lehet. Olyannyira lehet, hogy mi a látogatóknak, elsősorban persze ez a kurzuson nézve igaz, adunk segédanyagokat, letölthető digitális anyagokat, eszközökkel, relaxációs eszközökkel, gyakorlati útmutatókkal. Mindenek az alapja az, hogy gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Ugyanez az álomfejtésre, a tudatosan és animásra is igaz. Az intuíció is, igen, az intuitív gondolkodás tanulható. De ezt ők nekik ezekkel a segédanyagokkal egyedül kell, vagy vannak tanfolyamok? Hát a vasárnap gyakorlatilag egy, egy, az egy kurzus, egy kis tanfolyam. Hogyha valaki ezt végigcsinálja, meg is mondja a technikákat, onnantól lelke rajta, hogy ezt hogy használja. Értem. Hát ez egy nagyon jó dolog, mert akkor elindít engem valahova, ha érdeklődöm, akkor ugye megkapom az alapokat, majd a segédanyagokkal tudom magamat majd tovább képezni. Ez nagyon jó, mert mindig azt szokták mondani, hogy ó, hát évekig kell tanulni, de itt legalább valamit megkapok hamarabb. Hát igen, olyan jó. Ez, nyilván nem olyan lesz ez, mint mint bármi mű, amivel fejlődni akarunk. Valaki egyszer megy egy konditerembe, ne számítson arra, hogy, hogy egy, egy hatalmas változás történik, de megtanulja, megismeri az eszközöket, használja, Aha. és gyakorolja, akkor nagyon komoly változásoknak nézhet elébe, és ez mind-mind a felé vezet, egy harmonikusabb, teljesebb, boldogabb életet tudjunk élni. Gondolom, hogy önnek is lesz előadása. Lesz természetesen, mind a konferencián a megnyitó előadás, ez a megjegyzések mindennapos és a pszichutatásban ismert vonatkozásairól szól, a másnapi kurzust pedig gyakorlatilag jó magam vezénylem, illetve lesz egy Hellinger-féle családállítás a végén, ez pedig dr. Angster Mária tartja ebben is a megjegyzések, rájegyzések elég lényeges szerepet játszanak. Hát ez nagyon érdekes, ezt már szinte alig értjük, de gondolom, hogy aki részt vesz a konferencián, itt is olyan tudás. Hogy tesz, nem, hát, ugye a honlapunkon részletesen rajta van minden, által zég, a konferenciával kapcsolatosan is szabad egyetem honlapja az, ami irányadó az ügyben, és természetesen mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Vagyis tekintsék akkor ezt meghívásnak. Én, kedves Tamás, nagyon örülök, hogy eljött, és ilyenekről is beszélgetünk, mert az az igazság, hogy az embernek az egyik része ez, az intuíció. És jó, hogyha tudjuk, hogy ez, ez nem vicc, ez van. Ez komoly. Köszönöm szépen, egészségünkre. Én is köszönöm, egészségünkre.